Ezekben a napokban is zajlik a Bagodi Fekete István Általános Iskola energetikai megújulását célzó fejlesztés. Ez egyebek mellett az elhasználódott nyílászárók, ablakok és ajtók cseréjét jelenti. A beruházásra mintegy 150 millió forintot költhet a helyi önkormányzat. A korszerűtlen hőszigetelés miatt az elmúlt években jelentősen növekedtek az iskola kiadásai. A modernizáláshoz szükséges forrásokat eddig nem sikerült előteremteni. Egy kormányzati döntésnek köszönhetően nemrég mégis megindulhatott a munka. Külön kormánydöntéssel sikerült 150 milliót lehozni ehhez az építkezéshez. Ez azt jelenti, hogy ebben az esztendőben az összes nyílászáró mintegy 149 cserélve, illetve ajtó, 140 ablak, illetve ajtó, illetve teljesen körbe lesz szigetelve az épület, ezáltal sokkal egészségesebben, olcsóbban lehet üzemeltetni ezt a óriási intézményt. Az iskolába 11 településről közel 150 gyerek érkezik naponta. A környék alapfokú oktatásában játszott szerepe miatt különösen fontos, hogy a megfelelő feltételeket biztosítsák a tanulóknak. Itt évről évre növekszik a gyereklétszám, egyre több településről, nem körzetünkből érkeznek gyerekek, és bizony Zalaegerszegről is kijárnak, mert egy békés, nyugodt környezetet tudunk biztosítani. A településen most annak örülnek, hogy a kormányzati segítségnek köszönhetően olyan mértékű beruházás valósul meg, melyre több mint 100 éve nem volt példa. Ez az iskola az 50-es években épült, az új részét több mint 40 évvel ezelőtt építették hozzá. Most a számok tekintetében ilyen irányú és ilyen volumenű felújítás nem volt a településen, amióta újjáépítették a templomot, és az 1898-ban volt, tehát csak nem 120 évvel ezelőtt. A felújítás az iskola épülete mellett a tornatermet és a többfunkciós konyhát is érinti. Az ígéretek szerint a munkálatokkal decemberben végeznek majd a szakemberek.